Sziasztok! Látott már engem valaki színpadon? Pont is emiattam jöttetek azért. Nem baj, csak 6 percet leszek, azt akkor is ki lehet bírni mosolyogva, hogyha szar. Aki meg nem hiszi, az kérdezze meg a csaját. És aki nem látott, annak így sincs meg. Csak azért kérdezem, mert benne voltam Szilveszterkor a frisbee-ben, igaz, csak másfél percre. Tehát, hogyha itt álltok a pezsgőt, és oldalra néztetek, már csak hátulról láttatok. De így is volt egy srác, aki tök ismeretlenül rám írt Instán, hogy ez a másfél perc is nagyon tetszett neki, pont elég volt arra, hogy örömet okozzon magának. Eddig is tudtam, hogy a pornóban jobban meg lehetne élni, de hát édesapám a stand-upra büszke. Megosztogatja a posztjaimat. Most mit csinálna, pornóznék? Bemenne a céghez, mutatná a videómat a kollégáinak, hogy nézzétek. Ő az én kislányom, már kicsi korában, amikor az első visit a kezébe adtuk, tudtuk, hogy tehetséges. A frisbee után meg is kaptam az első kritikát, hogy kihúzva kellene állni a színpadon. De hát nekem ez nem megy. Én Szabolcsi vagyok. Ez ilyen védekező, támadó pozíció. Nekem nem ismernek beszólni az utcán, nem fütyögnek utánam meg ilyenek. Jó, igaz, azt már mondták, hogy Dick, mi karja van? Meg hogy milyen erős pulyát lehetne nekem csinálni. De látjátok, azért izomzat, aztán egyből komoly a szándék, nem állam ilyen egy éjszakás. Aztán, igen, az kiderült, a frisbit nem néztétek, de sportműsorokat azt néztek? Mit? Foci. Foci? Az mondjuk jó, csak én sportot kérdeztem. Én erőemelek, meg újabban kamionhúzó versenyeken is indulok. Amikor ezt egy férfi meghallja, első reakció, anyád, ez engem széttép. Pedig nem, igazából csak annyit jelent, hogy innen bármelyik férfit haza tudnám vinni magammal ma este, ha akarja, ha nem. A kamionhúzás is ijesztő, de édesapám ennek nagyon örült, mert ő Nyíregyházán őstermelő, az üzemanyag meg drága. Azóta ő nem tankol a traktorba. De tényleg rólam a férfiak azt hiszik, hogy én ilyen nagy domina vagyok. Tehát, hogy otthon a fogason szegecses bőröv, ostor, mindenféle kínzóeszközök, meg hogy a tűsarkút a hátukba állítom. De hát én nem is hordok tűsarkút, tehát ti nem láttatok még engem sétálni, de az így néz ki. Tehát láttatok ti már francia buldogon magas sarkút? Tehát úgy néznék ki, mert van egy orsövény ferdülésem is, tehát még a hang is megegyezne. De tanultam színpadi járás, mert fitnesseztem. Az valahogy így nézett ki. Na, azért mondjuk ez is ijesztő, nem? De színpadon jól nézett ki, 47 kiló voltam, lebarnítva, fúszálkás izomzat, színpadi smink, haj belőve. Igen ám, de ezt tudjátok, hogy nézett ki a hétköznapokban, amikor nem volt rajtam barnító? Tehát ezzel a bőrszínnel, smink nélkül, 47 kilósan? Hát, mint egy utolsó herkás lidérc a 8-ból. De az energia szintem is pont annyi volt, mert hát igazából szex közben elaludtam. De úgy, hogy én voltam felül. Mondjuk azt elismerem, hogy a hangom is ijesztő tud lenni. Erre akkor jöttem rá, amikor még a maszkos időszakban bementem a dohányboltba. És akkor siettem, a csaj meg hátul pakolászott, én meg odaszóltam, hogy egy szofit kérek. Csaj megfordult, és álltam mögött álló srácnak odaszólt, hogy a hölgyön előtt érkezett. Lehúztam a maszkot, mondtam a csajnak, én kértem. 5 percig szemeztünk, azt hittem, a számomat is elkéri. Nem így történt. De azért vannak férfiak, akik nem félnek tőlem. Csak őket meg leoltom a picsába. Munka után egyik nap metróval mentem haza, és nagyon fáradt voltam. Úgy voltam vele, hogy mindenképp le fogok ülni. Hát valami női praktika jó lesz. Nem sírtam, hanem kinyomtam a hasamat, és elkezdtem fújtatni. Aztán kinéztem egy ilyen 20 év körüli páva gyereket, az megvan az a típus, nem? Tehát aki így még
ránézés nem biztos, hogy buzi, de még lehet belőle. És akkor mondtam neki, hogy adja már át a helyét, mert hogy terhes vagyok, a srác meg rám nézett. Dugtál volna olyannal, akinek kocsija van. Én lettem olyan ideges. Én reflexből vertem neki egy olyan fülest, a mellette lévő két ember is felállt. Na mondom, kezdhettünk volna ezzel is. Hát az erőszak nem megoldás, de hát utána meg egy srác odaszólt nekem oldalról, hogy dik rágjam meg, mi tűz van benned. Engem is perzselhetnél. Na mondom, ennek semmi akadálya nincsen. Jövő héten disznót vágunk. De hát igazából azért voltam annyira fáradt, azért akartam leülni, mert hát a választás után csótányaim lettek. Vagyunk még itt páran mi. Na, de hát még nem jött meg az írtószerem. Aztán én elhatároztam, hogy vadászok rájuk éjszakánként. Ezt ilyen este 11 és hajnal 2 között. De hogy legyen a vadászatban valami élvezet, hát én elneveztem őket. Igen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy este 11 körül szaladgáltam, hogy Feri, meg leszel. Ezt most elkúrtad. Viktor. Előre, ne hátra. Peti, Peti, ne menj még el, még ne. Tudjátok, mikor jöttem rá, hogy ez a panelban hiba volt? Amikor reggel beszálltam a liftbe, és ki volt ragasztva egy A4-es papír, amin a következőn állt. Kedves Viktor, Feri és Peti. Mi este 8 után aludni szeretnénk. Kérjük a kurvához a 9-en, hamarabb menjetek. Köszönöm.